A keresztény világ egy hete köszönöm a figyelmeztetést. Ahhoz, hogy mások is halljanak, akik látnak bennünket, ahhoz vannak egyszerű dolgok, amit el kell végezni. Néha nem tűnik jelentősnek, hogy egy gombot benyomjunk, mégis ettől függ az, hogy látnak is, és hallanak is. Erre az egyszerű példára majd még egyszer emlékezzünk a mai ige alatt, mert nagyon sok tanulság van benne. Val egy hete ünnepelte a keresztény világ egyik része nyugati fele a húsvétot, a keleti része az ortodox keresztény világ most ezen a hétvégén ünnepli a húsvétot. Mi is ünneplünk, nem azért, mert nyugatiak vagy keletiek vagyunk, hanem azért, mert minden úrvacsora a bibliai húsvétnak a folytatása, illetve a helyettesítője. Olvassuk el a Szentírásból azt az igét, ami a húsvéti üzenet legősibb elemeit tartalmazza, a Korintusi első levél 5. fejezet, 7. és 8. versét, Korintusi első levél 5. fejezet, 7. és 8. verse. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Németországban történt kis régi és egyszerű történet, de mégis az a falu ott megtanulta, hogy mit jelent a húsvét üzenete, amikor egy ember a templom tornyán dolgozott, amikor megingott a lábtámasza, és lezuhant a mélybe nagyon nagy magasságból. A leírás úgy tartja, hogy semmi baja nem lett annak, aki lezuhant, pusztán azért, mert a templom udvarán legelt egy bárány. És a lezuhanó ember a bárányra ráesett. A bárány meghalt, ő pedig megmenekült. Ennek a történetnek ott van a templom bejáratán a nyoma, hiszen a templom toronyjavító ember fölkarcolta annak a báránynak az alakját a bejárati ajtó szemöldök fájára, hogy mindig, amikor belép azon a templomban, mindig emlékezzen arra, hogy ő azért tudott bejönni, mert valaki meghalt helyette. Ez a húsvét története egyszerűen és röviden. A páska ünnep szereztetésétől számítva 15 évszázad múltán találkozott a jelkép a valósággal. Képzeljétek el egy olyan ünnepet, amit 1500 évig minden évben a zsidók megünnepeltek, hiszen ez emlékeztette őket arra, hogy Egyiptomból kijöttek. Isten kimenekítette őket. És azon az estén ott volt a páska bárány, amit elkészítettek, a páska ünnep a zsidó húsvétnak az emlékére, és ott volt Jézus, akire ez a páska bárány 1500 éven keresztül előre mutatott. Most ezen az estén ott volt együtt a páska bárány és Isten báránya. Meghalt a páska bárány, elfogyasztották, a történet tovább folytatódott, és meghalt Isten báránya, akire a páska bárány mutatott, és attól kezdve van az úrvacsora. Ha szeretnénk megérteni az úrvacsorát, igazán meg kell értenünk a páska ünnepet, aminek a helyébe lépett, úgy, mint árnyék és valóság, úgy, mint jelkép és valóság. Mire tanít bennünket a húsvét igazi ősi jelentése, és hogyan őrzi mindezt az úrvacsora? Hát először is az ősi héber páska ünnep biztonságot jelentett azoknak, akik részt vettek benne. Azon az estén Isten azt mondta, hogy az egyiptomi csapások sorozatában lesz egy olyan dolog, ami meg fog rázni mindenkit. Ez lesz az utolsó és döntő csapás. Minden házban az első szülött elpusztul. De aki hisz Isten szavában, az megmenekül. Nagyon egyszerű módon. Nem kell kitenni az érdemeket, a jó cselekedeteket a falra.
Nem kell bizonyítani törvényszéki eljárással, hogy én büntelen vagyok, erkölcsileg fedhetetlen. Egyszerűen csak be kell kenni a szemöldökfát vérrel. És aki aznap éjjel megtette, életben maradt. Az úrvacsora arra emlékeztet, hogy nem vagyunk elég erősek megállni és megmaradni. Nincsen egy olyan erkölcsi bizonyítványunk, ami Isten előtt, vagy a világ mindenség előtt igazolná, hogy mi így jók vagyunk, ahogy vagyunk. A neveltetésünk miatt, a kultúránk miatt, az akaratunk miatt nincs ilyen. Az úrvacsora azt mutatja, hogy kell valami helyettes helycsere, hogy meg tudjunk állni, hogy meg tudjunk maradni. És ez az úrvacsora emlékeztet arra, hogy Jézus Krisztus az, aki a helyünkbe lép. Ma is kell egy helyettes, mert az ember egyedül, egymagában gyenge. Másosorban az ősi páska ünnep ellátást és táplálékot jelentett. Ünnep volt és lakoma valójában, annak ellenére, hogy sokak házában gyász volt, annak ellenére, hogy el kellett hagyniuk az országot, mégis ünnep és lakoma volt az a nap. Nagyon érdekes, hogy Isten a jelképeket mindig összekapcsolta valamilyen gyakorlati, fontos elintézni valóval, hiszen egész éjszaka menetelniük kellett. Sőt, szerintem viradat után is még mindig menniük kellett, mert az egyiptomiak üldözték. Ezért elég nagy mennyiségű kalóriát kellett bevinni aznap éjszaka, és ez nem arra tanít bennünket, hogy minden este ilyen kalóriát vigyünk be, mert az alváshoz nem kell ennyi, de aki úgy gondolja, hogy egy ilyen hosszú menetelés előtt áll, az megteheti. Hát Isten összekötötte ezt a kettőt, és erőt, energiát biztosított, hogy ezt a hosszú kivonulási menetelést el tudják végezni, vagy túl tudják élni. Az úrvacsora Jézus Krisztussal való közösségnek a jelképe, és arra emlékeztet bennünket, hogy a mi lelki tankunk kiürül. Szükségünk van táplálékra, szükségünk van erőre és energiára. Nem tudjuk magunkat feltölteni. Nincs egy olyan képességünk, amivel, vagy olyan lelki gyakorlat, amivel mi magunkba bele tudjuk tölteni az erőt, a bátorságot, mindazt, amire szükségünk van, hogy tovább menjünk az erkölcsi erőt. Nagyon érdekes, hogy bár táplálék volt és lakoma volt azon az estén, keserű füvekkel fogyasztották el a páska bárányt. Nagyon érdekes, hogy Isten az étel ízein keresztül is emlékeztette arra a tanúságra, hogy ne felejtsék el még a lakoma közben, Isten csodájának az átvétele közben sem, hogy milyen fájdalmakon mentek keresztül Egyiptomban. Minden évben vissza kellett emlékezniük, hogy jó ez a szabadulás, mert rossz volt az, ahonnan kijöttek. Sokszor, akik már elég idősek vagyunk, hogy átéltünk egy, legalább egy rendszerváltást, találkoztunk emberekkel vagy kortársakkal, akik akkor, annak idején nyögtek és jajgattak, és azt mondták, hogy borzasztó, hogy nem lehet megszólalni, borzasztó a vallásszabadság korlátozása, hogy nem lehet kimondani, amit gondolunk, hogy mindenhol besugók vannak, és így tovább. Nagyon sok ilyen emberrel beszéltem annak idején. Aztán megváltozik a rendszer, eltelik 20-25 év, és akkor ugyanaz az ember egyszer odajön és azt mondja, hát jobb volt akkor. Valószínű azért, mert minden évben nincs egy olyan ünnepünk, amikor keserű füvek közepette megemlékezünk arról, hogy miért volt rossz akkor. Az ember elfelejti sokszor azt, ami miatt ki kell jönni valahonnan. A keserű füvek emléke ott van a lelkünkben, hiszen a bűneink megkeserítették az életünket, a kudarcaink megkeserítették az életünket. A helyettes áldozat megment bennünket a bűn végső következményétől, azt nem kell szenvednünk, viszont a bűn következményeinek a keserűsége ott van a lelkünk mélyén, és kísér bennünket. Viszont ez az este megtanította a hébereknek azt is, hogy a keserű ízek át tudnak alakulni lakomává,
hogy a keserű tapasztalatokból Isten nagy szabadulási öröm ünnepet tud kovácsolni, és az úrvacsora ennek a lehetősége, ennek a megtapasztalása. Harmadsorban a húsvét a tisztaság szimbóluma volt. Úgy, ahogy az igében is olvastuk, minden húsvétkor a héberek kitakarították a házat jobban, mint máskor, kezdték az egyik saroktól, és ezt ma is így teszik, egészen a másik sarokig ott fent minden négyzetcentimétert átnéznek, és megnézik, hogy van-e valahol olyan morzsa, amit kovásszal készítettek, és ki kell takarítani mindent. A legalaposabb takarítás tavasszal van, húsvétkor van, mert nem maradhatott egy morzsa sem. Nos, az úrvacsora a legjobb alkalom kérni az Urat, hogy tisztítsa meg a lelkünket ezektől a morzsáktól. Nem biztos, hogy morzsák vannak ott, lehet, hogy nagy kovászdarabok vannak ott. Isten tudja átlátni igazán, átvilágítani, ami a lelkünket, és az úrvacsora annak a pillanat, annak az alkalma, amikor kiszolgáltatjuk magunkat, hogy Istenem, nézd meg, világítsd át az én lelkemet, és ha van ott valami, mutasd meg, és tedd ki onnan, nem akarok azzal élni, nem akarok azzal együtt élni. Ahogy a János evangélium, a János levele első fejezet 7. versében olvassuk, megtisztít minket minden bűntől, ha kérjük tőle. Negyedsorban a húsvét felkészülést jelentett a hébereknek. Egy hosszú utazás előtti felkészülést. Senki nem volt közöttük, aki elfogyasztotta a húsvéti bárányt, és azután úgy döntött, hogy ott marad Egyiptomban. Senki nem volt ilyen, mert eleve, aki nem fogyasztott húsvéti bárányt, és nem kente be a szemöldökfát vérrel, valószínűleg ott kellett maradnia, hogy gyászoljon és eltemesse a halottait. De aki húsvéti bárányt elfogyasztotta, és bekente a szemöldökfát vérrel, ezzel azt is kimondta, hogy másnap hajnalban ő is megy, mert a páska bárány elfogyasztása után nem maradhatunk ott, ahol eddig voltunk. Az úrvacsora arra emlékeztet bennünket, hogy tovább kell lépni. Nem maradhatunk ott, ahol eddig voltunk. Nem foroghatunk mindig ugyanazon problémák között. Isten kész arra, hogy tovább vezessen bennünket. A keserű emlékeink, kudarcaink, füveink voltak. Abból is Isten tovább akar vinni bennünket a szabadulás fele, Egyiptomból kifele, Kánaán fele. Egy úrvacsora után nem akarhatunk ott maradni, ahol eddig voltunk. Nem akarhatunk ugyanazokat a függőségeket, ugyanazokat a bűnöket megélni, mint ahogy eddig. Az úrvacsora közösségbe hoz bennünket az élő és feltámadt Jézussal, aki azt ígéri, hogy újjáteszi az életünket, megszabadít, józan erőt ad, értelmes életet élni. Ez a világ nyilván nem erről szól, nem Krisztus értékrendjét követi, de aki elfogadja a húsvéti bárányt, az megtanul az ő értékrendje szerint élni. Most ez volt az ősi héber páska és húsvét. Ennek a helyébe lépett az úrvacsora, és Jézus betöltötte mindazt, amit ez az ősi héber ünnep jelentett, és az úrvacsorában átadja nekünk ezt a tapasztalatot. Nézzük meg még egyszer röviden, hogy mit is jelentett. Akkor mindenki megmenekült, aki hitt és bekente az ajtófélfát. Azt kérdezem tőletek most, mennyire volt ez nehéz, bonyolult cselekedet a megmeneküléshez. Ha arról lenne szó, hogy a gyereked, vagy az egyszülött gyereked életét megmented, ki az az édesanyja, aki erre azt mondaná, na de ha ez ilyen bonyolult, akkor én azt nem vállalom be. Egyszerű vagy nehéz volt megtenni a szabadulás feltételét? A legegyszerűbb dolog, venni a vérből, és tenni oda egy jelet. Az úrvacsora egyszerű vagy bonyolult? Rendkívül egyszerű. Megszégyenítően egyszerű. Isten nagyon sokszor az ő történet során nagyon egyszerű cselekedetekhez kötötte a bizalmat. Amikor mindenkit megmart a kígyó, azt mondta, hogy föl kell állítani egy érckígyót, és csak rá kell nézni. Egyszerű volt, vagy bonyolult? Egyszerű. Aki nevetett rajta, és azt mondja, hogy ez túl egyszerű, hogy igaz legyen, meghalt.
aki ránézett, meggyógyult. A gyerekeim az elmúlt héten rávettek, hogy nézzek meg egy filmet, azt mondták, hogy ez nekem való, hát ha ad valami prédikációs ötletet. Nagyon szeretem, amikor a család egy projekten dolgozik velem. Amit megnézettek velem, az a Minden hat ó, a Noé történetének a feldolgozása, ahol az özönvíz az volt, hogy egy nagy víztározóból elindult a víz, és kérdezték, hogy mi a véleményem erről. Hát abban tért el sok egyéb mástól, másban, a Bibliától, hogy az emberek akkor akartak bemenni a bárkába, csak amikor látták, hogy jön a víz. Akkor a rendőrök azt mondták, hogy na most mindenki, mert addig nevetett rajta, most mindenki szalad be a bárkába. De nem így van az eredeti történetben. Hogy Isten azt mondta Noénak, és az egész családjának, hogy most menjetek be a bárkába. Mikor volt az? 7 nappal előtte. Képzeljétek el ezt az időjárást, lehet, hogy még melegebb volt, úgyhogy még nem volt soha eső, és Isten azt mondja, hogy akkor most kellene bemenni a bárkába. Egyszerű volt, vagy bonyolult? Ennyit kellett tenni, ennyi volt, ez egyszerű. Mégis mitől volt nehéz? Elhinni, hogy ez ennyi. Ennyi az egész. Hogy ennyi az egész, aki nem teszi meg, elpusztul, aki megteszi, megmenekül. Hihetetlenül, banálisan egyszerű. És el tudom képzelni, hogy ha voltak akkor tévécsatornák, akkor ugyanúgy, mint a filmben, körbevették a bárkát, és hangosan kórusban nevették ezt a 8 őrült embert, aki azt gondolta, hogy valami olyan történik, ami még eddig soha nem történt a Földön. És ezt a híradót adták le első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap, és azután 6. nap már lehet hazamentek, azt mondták, hogy ott fognak légkondi nélkül megaszalódni a bárkában, most már elég volt, és jött az özönvíz 7 nap után. Úrvacsora egyszerű vagy bonyolult? És mégis, hányan elkerülik az úrvacsorát? Tegyétek ezeket a jegyeket a racionalitás mérlegére. A tudományos kutatások mérlegére. Megállja a helyét. Ez kívülről nézi, és azt mondta, hogy mit csináltok? Mit vártok ettől? Egy kovásztalan kenyér darabkától, egy kis erjedetlen bortól, mi változhat meg? Mi történik bennetek? Egyszerű vagy bonyolult? De aki megteszi, az megmenekül. Nem hiszem, hogy akkor Egyiptomban valakit érdekeltek a racionális érvek, hogy Isten szólt, és az engedelmesség gyümölcse volt a szabadulás. Isten ma az asztalához hív, és az engedelmesség következménye a szabadulás. Azt mondtuk, hogy aki hitt, akkor megtisztult. Eltávolította a kovászt. Ma, aki hisz, megvallja a bűneit, kész elhagyni azokat, Isten szabadulást ad Egyiptom függőségeitől. Akkor, aki hitt, elfogyasztotta a pászkabárányt, ma, aki hisz, elfogyasztja az úrvacsora jegyeit. Akkor, aki hitt, felkészült és elindult, ma, aki úrvacsorát vesz, felkészül, elindul, egy új életet kezd. Elindul Egyiptomból az ígéret földje felé. Akkor a szabadulás megtörtént. Ma, aki úrvacsorát vesz, a lelki szabadulást átéli. Egyiptom volt az akkori világ szuperhatalma, nem volt olyan katonai erő, aki meg tudta volna törni őket. Mégis azáltal, hogy valaki egy egyszerű jelet tett a szemöldök fára.
átélte a legnagyobb szabadulást a legnagyobb visszatartó erőtől, Egyiptomtól. Én azt kérdezem, hogy van-e itt valaki, aki szeretne elindulni Egyiptomból, és szeretné átélni a szabadulást. Nem kell semmi bonyolult dolgot tenni, csak egyszerűen hinni az élő, feltámadt Jézus Krisztussal, aki csodát tud tenni velünk és bennünk, úgy, ahogy akkor Egyiptomban, úgy most is velünk. Ha megkérdezitek, hogy milyen kémiai, hormonális, tudományosan igazolható, bizonyítható dolgok játszódnak le a lelkünkben és a fejünkben, akkor azt fogom mondani, hogy nem tudom, de attól még bízok abban, hogy működik, mert valaki olyan mondta, aki legyőzte a halált, aki elindított embereket ezzel az erővel, és akik megváltoztatták a világot. Ez az élő Isten, feltámadt Jézus Krisztus megfogja és meg tudja változtatni a te életedet is. Amen. A szereztetés ígét, kérem a gyülekezetet, fennállva hallgassa meg. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. A gyülekezet állva marad, mi pedig a szolgálattevők leborulunk, és áldást kérünk a kenyérre. Drága Istenünk, hálás a szívünk, hogy itt lehetünk most ezen a Szent Szombatnapon. Köszönjük, hogy te lejöttél a földre, mert annyira szerettél bennünket, és meghaltál értünk. Mi látjuk azt, hogy te nagyon nagy csodákat tudsz tenni a mi életünkben. Ahogy Egyiptomból ki tudtad menteni az izraelitákat egy nap alatt, mi is szeretnénk azt, hogy ezt a csodát a mi életünkben is megtedd. Úrunk, nem akarunk 40 évet várni, hogy a mi fejünkből kimenjen Egyiptom utána. Miután, hogyha mi megszabadultunk, akkor szeretnénk, hogy ez a csoda, amit te akkor tettél, megvalósulhasson a mi életünkben. Elhiggyük, hogy egy egyszerű választás kell. Nagyon szeretnénk azt, hogy te most megáld ezt a kenyeret, amilyet te megtört testedet jelképezi. Szeretnénk azt, hogy ezáltal betörzd a mi lelkünket, a mi szívünket, hogy ezt az egyszerű döntést
segítse, hogy mi át tudjunk alakulni a te jellemedre, és meg tudnánk érezni, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és ezt a szeretetet tovább tudjuk adni a mi embertársainknak. Ezt kérünk most Jézus nevében. Amen. Kérem, maradjanak állva mindazok, akik a lábmosás szertartásában részt vettek, és szeretnének a kenyérből is részesülni. Várjuk meg, amíg ismételten felhangzik a szereztetési ige, akkor egyszerre fogyasztjuk el a kenyeret. Akkor pedig evének, evé Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtöri, adja a tanítványainak, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Eredetlen borhoz olvassuk, a szereztetési ígét kérem a teljes gyülekezetet fennállva hallgassa meg. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna ezt mondván. E pohár, amaz új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. A gyülekezet állva marad,
mi pedig leborulunk és áldást kérünk az eredetlen borra. Úr Jézus Krisztus, annyira jó arra vissza emlékezni, hogy ki miatt és miért szabadulhatunk meg, hogy a te véred jele, jelképe itt lehet közöttünk, és újra és újra megemlékezünk arról, hogy mi magunktól nem állhatunk meg. Ezért kérjük a te áldásodat erre a jelre, hogy amikor magunkhoz vesszük, akkor a mi szívünkben, a mi lelkünkben is hittel tudjunk elfogadni, úgy, mint a helyettesünket, úgy, mint aki erőt adsz, úgy, mint aki felkészítesz a következő útszakaszra, egyénenként, családonként is, és úgy is, mint gyülekezetet. Urunk, te látod, hogy a következő negyed évre gyülekezet tervei miatt is különös összetartó erőre van szükségünk. És mivel az úrvacsora az egységnek is a jelképe, ezért erősítsd meg itt és most a te néped között az egységet, az összetartást. Hogy bármilyen feladatok és kihívások jönnek a következő negyed évben, legyen hova visszanéznünk, visszanyúlnunk erőért, hiszen te felkészítesz az útra, és ebben bízunk most. Ezzel a hittel vesszük magunkhoz a jegyeket. A te nevedért, Jézus Krisztusért kértük. Ámen. Kérem, maradjanak állva mindazok, akik a kenyérből is részesültek, és szeretnének az eredetlen borból is részesülni. Tartsuk meg magunknál egészen addig, amíg együtt fogjuk majd elfogyasztani a szereztetés ége után. És vívén a poharat, és hálákat adván, adá azoknak ezt mondván, igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
Akkor a tanítványok örömmel mentek az olajfák hegyére énekelni, mert győzelmi éneket kellett énekelni. Az 1500 évvel azelőtti eseményen pedig az egész zsidó nemzet örömmel távozott. Minden okunk megvan, hogy mi is kifejezzük a mi örömünket, hitben, hogy amit megtettünk bizalommal, az megtörténik az életünkben, Isten megszabadít. Ezzel a meggyőződéssel énekeljük a záró énekünket, zengd Jézus nevét. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet néked. Amen. Helyet foglal a gyülekezet.